Ez a magyar világa a kokárba, három szín. A piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt fejezi ki. A Tolnai iskola minden évben megemlékezik március 15-éről. A műsor színes volt, hiszen különböző versek, jelenetek, dalok, táncok szerepeltek benne. Ezeket a gyerekekkel a délutáni napközis tanórákon próbáltuk betanítani. Többször gyakoroltunk az iskola épületében, többször átjöttünk ide a sportcsarnokba felkészülni, tegnap megtartottuk a főpróbát. Reméljük, hogy műsorunkkal emlékezetessé tudjuk tenni ezt az ünnepnapot, méltóképpen tudnak majd emlékezni a későbbiekben 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepére. A tanár kiemelte, minden márciusi hős példaként állhat a gyerekek előtt. Bíznak benne, hogy a hazafiak tetteiből tudnak merítkezni a fiatalok a későbbiekben. A gyerekekhez a versek és a táncok, dalok sokkal közelebb állnak. Igyekeztünk olyan verseket találni, amiket ők is megértenek, és hát meg tudják érteni a jelentőségét, és tudják azt, hogy kik is ennek a jeles napnak a szereplői és a neves személyiségei. Az intézmény igazgatója beszédében hangsúlyozta, a márciusi ifjak példát mutatnak nekünk bátorságból, hazaszeretetből és hazafiságból. Büszkén mondhatjuk, hogy országunk történelmének egyik legfontosabb és legdicsőségesebb része az 1848-as márciusi forradalom, amit egy marokkói fiatal a Bécsben kitört forradalom hírére döntötte a Pilbaksz Hádiházba, és indított el március 15-én hajnalban. Nyomdafoglalás, 17 volt, nemzeti dal, tánc és kiszabadítás. Ebben az időben nem volt tévé, rádió, internet, okostelefon, Facebook, Instagram, TikTok sem, ahol élőben lehetett volna közvetíteni az eseményeket, mégis 24 óra alatt győzött a forradalom, s rá egy évre a tavaszi hadjárás során fényes tűzzelnek tartak a magyar katonák egy hatalmas birodalom hadserege ellen. A szabadságharcot pedig csak a hihetetlen túlerővel bíró, az országba megnyitott hadsereg tudta levetni. 176 év távlatából is büszkén emlékezünk rájuk itthon és a nagyvilágban. Hirdetjük, hogy neki akkor, ott, márciusban sikerült. A gyerekek a kezdés megelőzően nagy izgalommal várták az előadást. Szerintem jó lesz meg minden, mert azért nagyon fölkészítenek minket a tanárok. Remélem, hogy jó lesz. Verset fogunk mondani, meg táncolunk, meg így eljátsszuk majdnem azt a napot. A tolnai iskolások méltó módon emlékeztek meg történelmünk egyik legfontosabb eseményéről.